Sziasztok! Na, hát eljött a pillanat, amikor ugye itt lesz a konyhakert, a terasz már háromnegyed részig kész van, úgyhogy paradicsom palánták meg ott vannak fent az ablakban, már vagy háromnegyed méteresek. Itt meg végre elkezdett kijönni a fű, ezt ugye teljesen ez ilyen felásosott rész volt, tehát itt meg csak kiszedtem a talpas muharokat. Nem volt sok, csak ott az, amit láttok, az a kupac, azt dolgoztam ki innen. És ugye föltöltöttem a lukas részeket, mert itt nagyon hepehupás volt földdel, és egyelőre odáig van csak kész, mert még burkolnak, tehát ott, ahol a fűhenger van, ott a mögötte lévő kis rész, meg az még várat magára. És a lényeg, hogy ma se unatkozza a két nap teraszépítés után. Ugye most már a kutya eddig be volt oda zárva, hogy a friss füvet ne tudja lekampigálni, de ha már ennyire kinőtt, akkor már engem nem izgat. Úgyhogy most már kiengedtük, és hogy ma ne unatkozzak, mivel ugye ezzel a kupaccal itt, meg még ami itt van fű, meg ezeket is ugye mind ki kell innen bányászni, meg ott hátul, tehát lesz egy csomó, amit így gyökérrel kiszedünk, mert ugye ez lesz itt a konyhakert. Innen fogok még földet leszedni, az megy oda már hátra arra a kupacra, mert így ma reggel így fölkeltem, és akkor gondoltam, hogy én imádok ilyen másfél köbméteres gödröket ásni, meg ebbe az alján ilyen homokos föld van, és akkor ezt összefogom majd a termőfölddel, amit hozattunk keverni felesbe, de az meg nagyon agyagos, és akkor lesz egy viszonylag vállalható földem oda kintre, hogyha ha kell bármi. Úgyhogy átjött Fater, és akkor én ezt ástam, ő meg talicskázta, és akkor most dobáljuk bele itt a kompát. Nem komposztáló lesz, hanem itt hagyom majd jól összerohadni, meg még föld is megy a tetejére, azt egy-két-három év múlva lesz egy viszonylag vállalható föld ott, hogyha kell majd, és hát még ezt mindig gyökerestől ki kell szedni, meg ugyan le kell takarítani. Lassan jön, még két sor tégla rámegy a terasznak a asztalára, ugye ezt most ilyen sittes ízével töltjük fel, azt is meg ki kell burkolni, úgyhogy de hát hál' Istennek azért, amihez hozzáférünk itt szépen, a bazsalikom az már jön kifele, ugye pár fokhagymát is beraktam. Meg, hát a kakukkfű, ha izé már ilyen szépen kezd virágozni, ezt nyírom egyfolytában, annyi snidlingem van, mint az ördög. Na, úgyhogy csak ezt akartam most így megmutatni, akik szeretik követni azt is, hogy hogy haladok a házzal, hogy mehet bele. Hogy hát ez meg most ilyen gyökeres komposztáló lesz, vagy temető, és akkor el tudjuk dolgozni ezt a földet is, és később még érték is lesz belőle. Na, hát ennyit akartam most így hirtelen megmutatni annak, aki ezt is szereti követni. Úgyhogy mindenkinek, aki csinálja, annak jó kertészkedést, meg ha már nyaraltok lassan, akkor meg jó pihenést. Sziasztok!